Köszöntöm a kultúrzók nézőit, és köszöntöm a stúdiónkban Kácsor Zsoltot, tárcaíró, regényíró, publicista, olyan sok mindent el lehet mondani róla, de leginkább az, hogy rengeteget ír, és ennek meg is lett a jutalma, mert hogy elnyerte a média a családért díjat, gratulálunk a díjhoz, és ez alkalomból beszélünk. Ez egy népszavás cikked volt az Irítség címmel. Igen. Yeah és a Röviden, hát lehet ezt elmesélni, de hát ugye irodalmi művet elmesélni, az, az, mindig egy bűncselekmény, ha úgy veszük. De ugye arról szól, hogy sorba álltok valami büfé előtt, és egy nagy család vásárolgat, öt, öt gyerekkel talán, ha jól emlékszem, és hogy rengeteg időbe telik, és mindenkinek más a hasvájása, és hogy és te nagyon türelmes vagy. És miért is vagy te olyan nagyon türelmes? Amikor előtted állnak sorban? Hát azért voltam türelmes, mert egyrészt nagyon édes pofák voltak, mind az ő gyerek, meg az apukánk az anyuka is, nagyon, nagyon szimpatikus emberek voltak. Meg azért voltam türelmes, hogy nyugtassam az anyukát, aki viszont roppant ideges volt, és Aha. nem tudta, hogy én közben olyan szeretettel nézek rájuk, és olyan irigységgel. Ja, jobb szerettem én... volna én állni ott ötszerevő gyerekkel. És, és azért adtam az irítség címet ennek a tárcának, hogy felmutassam azt, hogy vannak olyan magyar szavak, amelyeknek lehetséges, hogy az elsődleges jelentésük pejoratív. Ilyenre nem is gondoltam. Igen. igen, de végül is ez az irítség egy szeretetből fakadó irítség. Egy nagy családot szeret nél te is. Hát már ha nem fogok összejönni, mert hát... most már megöregedtem. Jaj, nagyon öreg vagy. De... Hát csak a szakállad méretéből gondolná az ember, ez, ez, de csak a tél... ember. ez, csak a tél... nem Ez csak a téli miatt van. Tavasszal mindig levágom. Helyes. Eh, szóval... E, itt a tavasz. Mi a... Jó, Jó akkor meg fogsz fiatalodni. Lenni. Na, azt nem szeretnék. Nier? Nem jó fiatalnak lenni. Én úgy nagyon-nagyon örülök neki, hogy idősebb vagyok, mert sokkal nyugodtabb vagyok, bölcsebb, derűsebb, okosabb. Mutkó voltam Csontkovásnál, azt mondta, hogy ha engem ő rendbe rak, akkor olyan leszek, mint 18 éves koromban. Mondta, hogy az soha többé nem akarok lenni. <laughs> és és ha ez, ez egy életfilozófia, nem, má, átás, nem. vagy. Nem, ez nem, nem, hanem úgy látom, hogy a, a próza, egy prózaírónak uh -huh. szerintem ha nem zseni, mint Thomas Mann, aki 26 évesen írta meg a budumbrok házat, és én meg nem vagyok zseni, mert nem írtam meg 26 évesen semmilyen nagy művet. Szóval egy prózaírónak meg kell érnie. És szerintem 40-45 fölött kezdődik egy prózaírónak az élete, mert é. addigra halmozódik fel annyi tapasztalat, élettapasztalat, emberismeret, szituációélmény. Uh -huh. életérzésekből adódó, életérzések közötti válogatás, ami amiből össze tud hozni valami érvényeset vagy eredetit. Uh -huh. De azért meg térjünk vissza erre a Díra röviden, utána pedig a, a regényekre persze, és én hoztam kettőt is, ami, amit otthon találtam úgy nagy hirtelen. Szóval azért ez a, ez a díj, ez, hát mondjuk nem az első díj, mert négyszer kaptál talán népszabadság díjat, mint... A, igen. egykori tényleg. kolléga, azért az se semmi. És annak azért törültem, mert az első hármat a kollégák titkos szavazat alapján ítélték oda. Hát És ez igen. nagy dolog volt. Ez nagyon nagy dolog, hogy közösség. valaki négyet kapott, aki egyet se. Pedig hát a népszabadságnál ugye nagyon jó tollforgatók voltak. Hát bizony. És ugye az életednek azért nagy része a népszabadságnál. Húsz év. Húsz év. 20 évet töltöttem. És akkor te... Egerből vagy Debrecenből. Nem, én Egri vagyok. Egri vagy, igen. Ö, ö, onnét hívta, hívott a Népszabadsághoz Tamás Ervin a 90-es években, de akkor nem vállaltam el és amikor harmadjára hívott, annyira megijedtem, hogy többé nem hív, hogy azonnal elvállaltam a Debreceni tudósítói posztot, pedig Debrecenről semmit nem tudtam. 2000-ben kerültem oda, azt hittem, hogy pár évig leszek ott, de végül is 2014-ig voltam Debreceni tudósító, de 96-tól írtam a Népszabadságnak rendszeresen. Az igen. És aztán persze a szomorú sors, mert felkerültél ugyan a kulturális rovathoz, végre megtaláltad a helyed, vagy megtalálták a te helyedet? Nem, én a tudósítő rovatán nagyon jól éreztem magamat. Én tudom, hogy milyen jókat írtál. Igen, tehát én nem úgy éreztem, hogy nekem az igazi kultúrás rovat, azt is nagyon szerettem. Igazából én nagyon szerettem tudósítónak lenni. És aztán a népszabadsággal ez történt, de írsz az ésbe, ugye azért a rendszeresen publikálsz, azért a népszavába is minden héten. Kétszer. Épp a múltkor számoltam össze, hogy, Tehát, hogy a mazsi hiszen kívül, amelyik a fő munkahelyem, hat lapnak írok rendszeresen. Ez nagyon sok. Ez több, mint amit én gondoltam. Ez De hát ez, az minden nap akkor... Hmm. Tulajdonképpen csodálom, hogy most itt vagy. és Én is csodálkozom rajta, hogy itt vagyok. Ezt hogy lehet? Igen, összeegyezted. Mert a művészség az nem úgy jön, hogy leülök és megírom, hogy mit hallottam a hírekben. Nagyon nehéz. Az elmúlt hetekben volt egy kis egészségügyi problémám, ezért nem tudtam átvenni sajnos ezt a díjat személyesen. Eléggé rosszul lettem. És elhatároztam, hogy lassítanom kell, úgyhogy a munkáimnak a felét le fogom mondani, mert nem éri meg Inkább keresek kevesebbet, uh -huh. de még egyszer nem akarok rosszul lenni és kórházban felébredni. Értem. értem. Ö, és ugye az ésnél is nyertél díjat, ha jól tudom, ott is, illetve mi A szoros díjat is nyertél. Az ésnél. A, az ésre azért voltam büszke, mert 19 éves voltam, oh. 91-ben, mikor országos kiportverseny él. Ez a soros alapítvány és az ÉS támogatásával. Volt egy országos riport és rossza verseny, és voltam többször első helyzet, második helyzet, harmadik helyzet. Hát igen. Én 18 éves koromban kezdtem a szakmát. És, és 18 évesen, tehát hogy szülői indítatás, háttér, nem tudom, hogy indult ez? Hát eleve író akartam lenni, mióta az eszemet tudom. Hm. És ö, otthon sok könyvünk volt, sokat olvastam, és a 17 éves voltam, nagyon sok újság járt hozzánk, és 17 éves voltam, amikor apu mondta, hogy látott az újságban egy hirdetést, a Heves megyei népújság újságíró stúdiót hirdet, és kérdezte, hogy nincs -e kedvem megpróbálni, mert hogy tudja, hogy szeretek írni. És akkor megpróbáltam, azt elvégeztem, és akkor 18 éves koromban szerencsére nem vettek föl magyar szakra a főiskolára, és így újságíró lettem. Az csak ártott volna? Ha fölveszem. Az biztos, később fölvettek, de nem magyar szakra, nem törtémszakra szakra, és később történelemből ö, ö, diplomáztam. És e, például de... a történelmnek köszönhető ez a könyv és is, az igen. István király blogja? Igen. És, és azt látom, hogy azért a történelem Persze. lépten nyomon. Igen, igen. Vanna, igen. Na, de... én, én történész végzettségű vagyok végül is, és, és szerintem a magyar szak az nagyon sokat rontott volna rajtam. Uh -huh. Szerintem ott. Uh -huh. Elrontják az embert, azt ö, szugerálják, hogy az irodalom, mintha kizárólag tudomány volna. Pedig hát ez, ez nem csak tudomány, hanem, hanem vér, meg, meg, meg szenvedés, meg szeretet, meg, meg stressz, meg, meg szenvedély és minden más, csak Igen. nem tudomány. Ezt szép érzék. És ugye tervezted, hogy ki még Franciaországon, meg gyerekkorodó? Nem szeretné. Csak abból a szempontból, hogyha kimentél volna, akkor hogy, hogy lettél volna író? Tehát azért mégiscsak jó, hogy, hogy itt maradtál. Én, én ebből Err, e, inkább ezt akartam kérni. Erről, erről csak annyit, hogy tavaly elkezdtem francia regényeket magyarra fordítani az Európa kiadó voltából, és annyira beleszerettem a műfordításba, hogy Na. arra gondoltam, hogy ha, ha leadom az újságírói munkáimnak a nagy részét, akkor. Az írói munkám mellett műfordítóként tudnék dolgozni. Ez még egy nagyon új az elképzelés, nagyon mert, mert szó, még igen. most csak a. Uh -huh. Most fordítom a második francia regényt, a uh, március 20-ig ebbe fejeznem, de szóval uh, Franciaországban sem szakadtam volna el az irodalomtól. Uh -huh. Ott is volt egy olyan tervem, hogy műfordítás műfordítást volt végezni. Tehát, és a nyelvtudásomnak a nyelv pedig elég jót tett volna. De ennél bővebben nem szeretnék a franciaországi dologról. Igen, igen, de mondjuk én, én egy művészt mindig óvnék attól, hogy fordítsam. De én tudom, hogy nagyon sokat... magam. Én iparosnak tartom magam, igen, nem művésznek. Tehát kezdve mindenki. Iparosnak? Igen. Ja, hát ez egy prózaíró szerintem az az iparos tevékenység. Oda kell ülni a géphez reggel, és akkor este hullafáradtan föl kell állni. Másképp nem fog menni. Igen. Az Isten király blogjáról mondj nekünk két szót, mert ugye ez nagyon érdekes, és az alcím is, hogy az is sokat mond, hogy hogyan alapítottam meg Magyarországot valójában. Tehát Igen. akkor most rólad van szó. Igazából belebújtam István király bőrébe, mert nagyon, nagyon, nagyon nagy hatást tett rám részint Joseph Hellernek az Isten tudja című műve, amelyben Dávid király egyes szám első személyben elmeséli a, a zsidó állam alapítást, illetve a saját élettörténetét, és ennek a magyar változatát írta meg ebben. És mivel István király tartom a magyar történelmnek kiemelkedő államférfiának, még annak dacára, hogy szinte semmit nem tudunk róla, ezt a könyvet azért szeretem nagyon, mert ez volt az egyetlen olyan könyvem, az eddig megjelent regényem közül, amit három hét alatt úgy írtam meg, hmm. mint hogyha diktálták volna. Én, én ilyet sem... Kész volt a fejedben? Hogy lehet? Nem Aki tudom, hogy kész volt el a el? fejedben, fejemben, de az történt, hogy soha nem tapasztaltam ilyet sem előtte, sem azóta, hogy leültem írni, és voltaképpen csak gépelni kellett, mert jött a szöveg, de úgy éreztem, mintha felülről jönne. Nem, volt én nem vagyok egy misztikus, meg szóval nem akarok elmenni semmilyen Na misztik, misztikus Na de misztikus a, a, a művészet valahol mindig ezzel határos. Hát nem tudom, mi történt ott, de, ez de olyan volt, mintha kifolyt volna a kezemből, olyan volt, mintha átfolyt volna rajtam. Tehát, hogy mintha csak egy gépíró lettem volna. És akkor ez, ez ritkán adatik meg? Tehát hát, amikor, a csak amikor, a, letteretes. amikor a Vladimir, Vladimir írtad, akkor... Az egy nagyon komoly munka volt, az, annak, azt én nagyon komolyan vettem, és azt, azt, Szóval az, az, nem, az nem diktálás volt. Igen, ugye itt a pálucai fiúk úgymond modern változata? Nem, vagy? nem, nem. Hát. Itt. Azzal, azzal játszottam el, hogy mivel tudjuk ö, eredeti források alapján, hogy Molnár Ferenc valódi figurákról ö, formálta a, a, a hőseit, a pár utcai fiúkat, ö, valóban léteztek pásztorok abban az iskolában. Egy Nasic Frigyes nevű egykori iskolatárs írta meg egy visszemlékezésében, hogy ő emlékszik az igazi pásztorokra, mm. emlékszik a bokára, ácsaira, és a többi. És én azzal játszottam el, hogy azok az eredeti figurák, akik az 1880-as, 90-es években voltak gyerekek, velük mi lesz később. És az a játék lényege, hogy 1919-ben győz a tanácsköztársaság, és nem 133 napig marad fönn, hanem a kommunisták hatalma maradnak 15 éven át, és a 30-as években bevezetik a kommunista diktatúrát, és a pál utcai fiúk, a vörösingesekkel együtt a diktatúra szolgálatába állnak. És az a Hát nem szeretem azt az hogy üzenet, de az az üzenet ennek a kövnek, hogy a párocai fiúk is, ugyanolyan sajnos, olyan becstelen emberek. Kiválhatnak adott esetben, mint a, a vörösingesek. Nem mindenki, mert vannak pozitív hősök is. De igazából azt akartam ezzel ábrázolni, hogy hogy nagyon bonyolult az emberi lélek, és nem tisztán jók és rosszak vannak, mint a pár utcai fiúkban, mármint az eredeti regényben. Igen, de hát ott is sugalja azért az eredeti hát sugalja azt, amit, amire végül is te kifuttattad, igen, igen, ezt a gondolatot. Igen, igen. De azért, ha megspékelheted, akkor ezt is megint történelemmel. Igen, és ez egy alternatív történelem. Tehát, hogy mi lett volna, hogyha fönnmarad a tanásköztársaság, és mi lett volna, hogyha az a bizonyos fekete autó hamarabb indul út, út, útnak, mint, mint az ötvenes években. Igen. Hát tanásköztársaság, népköztársaság, köztársaság, hát a mai helyzet, ugye, ma is lehetne egy akkor egy... ennek Hát egy ilyen. volna talán aktualitása, ami a diktatúrát illeti. Dolgo, mind dolgozol most éppen? Mi, egy francia regényt fordítok. Amit mondtál, hogy hamarosan Igen illetve, illetve a Kaligram kiadó számára csinálom a hatodik könyvemet, amelyik, amelyik az első olyan könyvem, amelynek a témáját a Mészáros Sándor a kiadó vezetője adta, aki azt javasolta, hogy írjam meg a... a van egy bipoláris betegségem, és azt mondta, hogy ennek nincsen szép irodalmi feldolgozása a magyar irodalomban, és hogy, mit szólnék hozzá, ha megírtam a bipoláris depressziónak egyfajta ilyen szép irodalmi Ez jó, mert akkor gondolom kiírod magadból? Igen, ez igen, azt és hat, nagyon, nagyon, ez egy nagy terápikus Igen, írás terápia mód. ez. De akkor ez nehéz lesz. És elkezdted már? Persze, persze, persze. És már igen. Nem akkor. nagyon haladtam még vele, mert rengeteg helyre kell dolgoznom, hogy megéljek, mert mióta a népszabadságot legyilkolták, vagy lemészárolták, azóta nem nincs fűállásom sehol, hanem sordíjas vagyok, tehát annyit írok, annyit keresek, amennyit írok. Szóval sokat, sok felé kell írnom, hogy megéljek, nincs túl sok időm a, erre a bipoláris könyvre, de, de nagyon szeretném befejezni, mert nagyon jó tesz az írás. Hát ez szomorú, igen, hogy, hogy igen, egy, egy művész nem tud elszerződni egy helyre, és minden nap úgy írni, ahogy, és úgy megélni. Ö, hát igen, persze nem szeretném ilyen ö, 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 szomorúan befejezni ezt a, a dolgot, de... Akkor fejezzük be azzal a pozitívummal, hogy a legutóbbi regényemből, a Cigány Mózesből a Bezerédi Zoltán készítette egy színpadi adaptációt, és ennek lesz a bemutatója a katonában a jövő hónapban. Csodálatos. Hát az. Ezt én is most hallottam először, akkor kedves nézők, hajrá, előre, Kácsol Zsolt, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a stúdiónkba. Én köszönöm szépen a meghívást.